Nem mindennapi látványban lehet részük azoknak, akik ellátogatnak a Nyíregyházi állatpark madár erdejébe. A szabadon röpködő színpompás papagályok mellett ugyanis egy pulykatojót lehet megfigyelni, amint gyorsan gyarapodó koronás daru fiókákat terelget. Az állatpark gondozói a késő-tavaszi nagy esőzések miatt attól tartottak, hogy a koronás darvaknak a szabadon lévő fészkét elmossa az eső, ezért döntöttek az újdonsült dada mellett. A picik száznapi kotlás követően keltek ki a tojásokból, már másfél hónaposak, de még mindig bőszen követik májukat. Most ránézzünk, és egy homoksárga, megnyújtott csibét láthatunk, abszolút máshogy fognak kinézni. Másfél méteres, gyönyörű, szürke színpen pompázó állatokról van szó, és a koronás daru is arra utal, hogy ivar életkorukban gyönyörű aranyszínű korona fogja a fejüket díszíteni. Akkor lesz igazán mulatságos majd, ahogy a szép impozás nagy madara követni fogják a pufók pulykát. A Nyíregyházi Állatpark tenyészpárja nagyon gondosan szokta nevelgetni a fiókáit. A három tojás kivétele után azonnal tojtak, bővült a család és három fiókát keltettek ki. Így ebben az évben rekordmennyiségű fióka született a Nyíregyházi Állatparkban. A kicsiknek két éves korukra lesz igazi koronájuk. Másfél méteres magasságukat hamarosan elérik. Mamájukat azonban ezt követően sem hagyják magára, továbbra is követik majd minden lépését.